Köszöntöm Önöket az Igaz Gyöngy műsorban. Nagyon szeretek olyan fiatalokkal találkozni, akik úgy kezdik a történetüket, hogy radikális változásokon mentek keresztül Istennel. Még jobban élvezem azt, amikor ezek a változások látszanak is az életükön. Ma egy ilyen fiatal házaspárral fogok beszélgetni, akik elmesélik ezt a radikális találkozásukat Istennel, és persze azt is, hogy mindeközben hogyan találkoztak egymással. Vendégeim Gégény Kis Abigél és Gégény Dávid, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Köszöntelek. Köszönjük a meghívást. Szóval radikális változással mentetek keresztül, így meséltétek a sztoritokat, de mi volt előtte, mihez képest történtek ezek a változások? Meséltek egy kicsit erről. Hát az én történetem az, hogy én egy hívő családban nőttem fel, én abba születtem bele, szóval ez az örökségem úgymond, hogy nekem nem kellett így nulláról kezdenem, hanem nagyon sok mindent így tudtam már kiskoromtól fogva. Én már kiskoromban volt, hogy ilyen 6 éves koromban, hogy Isten jelenlét engem már akkor is megérintett. Sírtam gyerekként, és csak néztem, hogy mi ez, amit érzek? Nem, semmim nem fáj, miért sírok? És már akkor igazából tudtam, hogy Isten jelen van az életemben, de valahogy így az örömhír, az evangélium, az, hogy mit tett Jézus, így nem értettem teljesen. Nem tudott teljesen az a mag, amit Isten bele akart vetni a szívembe, kikelni. Nem jó földre esett a szívembe, és ahogy telt az idő, egyre jobban úgy éreztem, hogy mi kimentünk Angliába a szüleimmel, és egyre jobban azt éreztem, hogy megkeményedik a szívem Isten felé. Láttam sok hívőnek az életét, hogy küszködés, láttam, nem nagyon tapasztaltam ott Angliában Isten erejét, hogy bármi különleges dolog történne, úgy láttam, hogy a kereszténység az csak egy vallás. Valamit hisznek az emberek, eljárnak gyülekezetbe, és én mindig ilyen eleven fiú voltam. Szerettem az izgalmat, szerettem a kalandot, és egyszerűen azt éreztem, hogy ez, amit én látok most jelen pillanat, ez, amit ez nekem tudna nyújtani, ez nekem unalmas. Hogyha ennyi a keresztény élet, akkor ez nekem egyszerűen nem kell. És próbálták a szüleim olvastatni velem a Bibliát, minél többet tették ezt, minél jobban próbáltak rávezetni, annál jobban a szívembe megkeményedtem valamiért. Aha. Hogy hagyjatok már, igen, hagyjatok már ezzel, hogy majd én, mert azt sem akartam, hogy valamit mutassak, ami nem vagyok. Mindig egy őszinte ember szerettem lenni, szerettem mindig azt mutatni, amit valóban gondolok, és nem szerettem volna egy álarcot viselni. Angliában én egy ilyen depressziós állapotban voltam már, hogy ott Angliában én nem élveztem az angol embereknek a társaságát, szóval sosem mentem túlságosan bele a vadoldalra, a világnak a vadoldalára, ahol drogpia, minden, szex, mindenkivel, én nem voltam ilyen. És mert a lelkiismeretemben már kiskoromtól fogva ott volt, hogy Isten azért van és létezik, és tudtam, hogy mi a helyes. De amikor így egy ilyen depressziós állapotban voltam, hogy ilyen szürke hétköznapok voltak, minden olyan szürke volt, nem láttam a kiútat, mint hogyha egy gödörbe lettem volna. És a szívemben én hiszem egyébként, hogy kiáltottam Istenhez, és ő meghallotta ezt a kiáltást, de szavakkal én ezt nem fejeztem ki, és sosem mutattam ki a szüleim felé. Külsőleg ezt nem lehetett látni, de az én szívemben belül kiáltottam, hogy Istenem, kell, hogy legyen valami. Uh-huh. És ez Isten. Egyszerűen meghallgatta a kiáltásomat. És nem is tudok beszélni sem. Még most kezdtük el, mi lesz később. De szóval... Na várj, annyit segítek. Hány éves voltál akkor? Hány éves voltál, amikor ez történt? Ez 16 éves voltam, és aha, akkor 17, majdnem 17 voltam. Aha. És elmentünk egy alkalomra, és azelőtt én sok alkalmam voltam a szüleimmel, hívtak gyülekezetbe, sok helyen megfordultam, és őszintén már nem akartam menni sehova. De éreztem, hogy ez az alkalom valahogy más lesz. Hívtak engem belül, mintha vezettek volna. Tudtam, hogy más lesz, és mondtam, hogy oké, elmegyek, szabad akaratomból.
és ezen az alkalman volt ott egy dicsőítés, ahol emberek énekelnek Istennek, kitárják a szívüket, és már akkor éreztem, hogy Isten körbeöle. Már akkor rám szállt valami. És az élő Istennek a jelenlétét kezdtem el érezni, de úgy, ahogy még soha az életemben. Nehéz elmagyarázni, hogy mit éltem át akkor, de a szívem így, mintha szétszaggatták volna érzelmekkel. Úgy betöltötte mindenféle érzelem. Egyszerre azt éreztem, hogy Istennek az a szent jelenléte van ott, hogy ő egy király, ő egy magasságos Isten, hogy egy tekintélyes, köszönöm, egy tekintélyes valaki. Nem az, akivel játszadozni lehet, egy oroszlán, de ugyanakkor az ő mérhetetlen szeretetét éreztem. Az, hogy annak ellenére, hogy a szívembe tudtam, hogy én elnyomtam őt, hogy én visszautasítottam őt, hogy megkeményítettem a szívem, akkor tudtam, hogy ott van és szeret. És hogy egész életemben ott volt velem. Egész életemben. Láttam egy ilyen képsort, hogy onnantól kezdve, hogy megszülettem, hogy Isten végig kísérte az életemet. Hát ez nehéz lesz az ez interjúval. Megoldjuk. Adjuk meg a szót Abinak is, hogy ő is elmesélje, hogy mi történt, mielőtt ez a radikális változás nálad is beütött. Ami egyébként független sztori, idáig még majd, aztán összekapcsolódik. Nekem is egy picit hasonló így a gyerekkorom abból adódóan, hogy egy keresztény családba születtem bele. Tehát nekem Isten nem volt egyáltalán egy idegen személy, vagy egyáltalán, tehát nem volt számomra ez így idegen, és tehát egészen pici koromtól fogva, születésemtől a szüleimmel gyülekezetbe jártunk, tehát mindig hittem, hogy Isten létezik, és hogy ő egy valóságos Isten, de akkor még nem személyként tekintettem rá, hanem hogy ő az Isten, aki mindent teremtett, ő mindenhol ott van, tehát ez úgy bennem volt mindig gyerekként, viszont nem adott egy személyes kapcsolatot az, hogy gyerekként ebben nevelkedtem. Ami érdekes egyébként, mert annak kellene lennie Istennek az a tökéletes akarata, hogy egy személyes kapcsolatban legyünk vele. Én nekem akkor egy vallás volt. Nagyon örülök annak egyébként, hogy egy alapot adott az életemnek, hogy én hittem mindig Istenben. Viszont azt a személyes kapcsolatot nem tudta valahogyan megadni, ami egyébként nagyon-nagyon hiányzott az én életemből. És egészen 13 éves koromig nagyon hűségesen gyülekezetbe jártunk a családommal. Engem is volt, hogy gyerekként a dicsőítés alatt Isten megérintett, de nem tudtam, hogy mi az. Volt, hogy egy picit úgy féltem is attól a érzelemtől, ami akkor úgy kavargott bennem egyes dicsőítő dalok alatt. És akkor ez így 13 éves koromig tartott, aztán a szüleim már nem jártak abba a gyülekezetbe, kiváltak onnan, és akkor ugye elkezdődött a tinédzser korszak, elkezdődött a gimnáziumos évek, akkor világi barátaim voltak, tehát hogy így teljesen, mivel nem volt egy személyes kapcsolatom Istennel, hanem egy vallást láttam egész gyerekkoromtól fogva, ezért igazság szerint maga a világ lett a barátom. Elkezdtem én is bulizni, járni, mindent, amit egy fiatal csinál a barátaival. Aztán 19 éves lehettem, mikor a szüleim egyébként továbbra is folytatták Istennel ezt az utat, csak már máshol. És 19 éves lehettem, amikor mondta apukám, hogy van egy összejövetel, egy keresztény összejövetel, és hogy menjek el és nézzem meg ezt az alkalmat, és nagyon-nagyon nem szerettem volna, mert volt egy képem arról, hogy milyen egy ilyen alkalom, de mondta, hogy nem, hogy ez más lesz. Ők egyébként akkor ott kaptak Istentől egy érintést, nekik is így átformálta teljesen akkor az életüket, és csak gyorsan, hogy lényegre törjek, hogy nem menjen el az idő. Elmentem erre az alkalomra, csak azért, hogy a szüleim
megnyugodjanak, és akkor ki van pipálva egy időre. És elmentem erre az alkalomra, és igazság szerint nagyon különleges, hogy soha azon az alkalmon senki nem imádkozott értem. Nem történt egy ilyen fizikailag megfogható dolog, de az én szívemben Isten ott egyszerűen elkezdett munkálkodni, hogy azt éreztem, hogy ez itt nem a vallás, hanem itt valami van, ami nem tudom mi, de hogy nekem erre szükségem van. És nem tudtam megfogalmazni, hogy mi ez, amit én érzek ott. Egyszerűen most már utólag tudom, hogy az Isten jelenléte volt, ami ott volt. Az, hogy ő egy személyként volt jelen ott. És elkezdődött egy kapcsolatot vele, ahogy benyúlt az én szívembe, és elkezdett így egyszerűen csak vonzani, hogy semmi más nem érdekelt utána, csak is Isten. Úgyhogy így röviden velünk így történt. Egyik napról a másikra. Igen, egyik napról a másikra, így teljesen Isten átformált teljesen. Gyakorlatilag előző nap még bulisztál, mondhatjuk úgy. Igen, de szó szerint, tényleg. Igen. És utána már nem mentél bulizni? Vagy nem. Kicserélték őt. Elképesztő. Gyúj élet. Igen. Óriási. Na, és ugye ez egy párhuzamos történet idáig, de nagyon hamar eljött az a pillanat, amikor találkoztatok egymással. És azt hadd kérdezzem meg, hogy ennek a történetnek menjünk egy picit még vissza, hogy előtte gondolkoztatok azon, hogy kivel fogjátok leélni az életeteket, szóval volt erről valami elképzelésetek? Igen, én amikor most ezt így elmeséltem, nekem igazából az életem nekem is, ahogy Abinak is, egy 180 fok fordulatot vett. Éreztem, hogy átmegyek a halálból az életre, hogy a sötétségből a világosságba egyszerűen kicseréltek. Éreztem, hogy Isten maga jön, és elkezdi birtokolni az életemet, és én abban a pillanatban minden neki adtam. Az egész életemet, minden nagy döntés az ő kezébe volt akkor. Azt mondtam neki, hogy Istenem, hogyha szeretnél valamit kezdeni ezzel az életemmel, én adom. Én neked adom. Úgy a pár kapcsolatban. És a párkapcsolat is beletartozik ebbe. Ez egy, szerintem a fiatalnak az egyik legnagyobb kérdés az életében, hogy ki lesz. Igen. És a világban ugye az van, azt látjuk, hogy mindenki nézegeti, hogy neki mi a legjobb, neki ki a megfelelőbb. Én nem ezt tettem. Én letettem teljesen ezt Isten kezébe, és teljes bizalommal voltam, hogy ő majd hozzám fogja vezetni azt, akit ő szeretne mellettem látni, aki hozzám illik. Mert Isten, én hiszem, hogy jobban ismer saját magunknál is. Igen. Ő sokkal jobban tudja a vágyainkat, sokkal jobban ismeri az ízlésünket. Minden tud rólunk. Igen. És ezért nyugalmam volt, hogy igenis, Isten ez gondoskodni fog erről. És így mindig találkoztam így lányokkal, gyülekezetekben is, meg ilyen alkalmakon, akik hívők voltak, és mindig kerestem belül egy tulajdonságot, ami az én saját szívemben is volt. Szóval az én életemben utána ugye meséltem, hogy egy radikális változás volt, hogy elkezdtem teljes mértékben Istennek élni, mondhatni, hogy tűzben égtem Istenért. És ezt a szívet kerestem. Ez volt nekem a legfontosabb. Még a külsőnél is fontosabb volt már, bár fontos a külső is. De ez volt a legfontosabb, és mindig, mikor beszélgettem lányokkal, akik tetszettek akár, hiányoltam ezt a szívet, amivel én akkor rendelkeztem. De ez nem azért, mert én lenéztem őket, vagy bármi, csak azt érzed. Érzed, amikor belül van valakinek a szívében ilyesmi. Na, és akkor ezek szerint Aviban valószínűleg megtaláltad ezt a szívet. Hogyan találkoztatok? Ezen az alkalmon, amit említettem, hogy végül így a szüleim unszolására mentem el, ott találkozunk egyébként. Rögtön ezen az első alkalmon? Igen. Úgyhogy Isten keze teljesen benne volt abban, hogy én ott legyek, abban a pillanatban, azon a napon. És én is ott voltam. Igen. Igen, ehhez ketten kellett. Igen, Igen. És nagyon érdekes volt, mert ahogy megláttuk egymást, tehát rengeteg ember volt ott, nagyon sokan voltak, de valahogy a tekintetünk mindig véletlen így
összetalálkozott, de hogy teljesen, tehát hogy az én terem egyik végébe, ő a másikba ült, és valahogy, ahogy így folyt az egész nap. Én megpróbáltam a dicsőítésre figyelni, mert dicsőítés ment közbe, és állandóan oda néztem véletlenül, és mondom, nem hiszem, mert nem tudok odafigyelni, valahogy de nekem nem is szándékos, a tekintet. Nem szándékosan azért, hogy most valakit nagyon nézel, hogy most jól néz ki, mert hogy nem ez volt a szándék, hanem egyszerűen tök véletlenül mindig így összeütközött a tekintetünk, és akkor valahogy ez az érzés volt belőle, hogy muszáj nekünk megismerkednünk, hogy vagyis pontosabban, hogy mintha már ismernénk egymást, és akkor utána igazából be is mutatkoztunk egymásnak, és onnantól kezdve annyira természetesen folyt az egész ismerkedés, az, ahogyan összejöttünk, hogy minden annyira gördülékenyen, hogy tényleg Istennek így a tökéletes akarata volt. És Abi volt az a személy, emlékszem, hogy sokat elkezdtünk beszélgetni egymással, és én nekem tetszett az Abi, és kerestem a szívét. Kerestem, hogy neki hol merre van a szíve, hogy amit most említettem, kerestem azt a vágyat Isten felé. És ahogy beszélgettünk, ő volt az, aki számomra benne volt ez a radikális vágy Isten felé. És nem csak, hogy tetszett, hanem megvolt ez is. És akkor már sejtettem, hogy itt valami van. De jó. Igen. Elképesztő. Az, hogy ennyire hamar egymásra hangolódott a szívetek, ez döbbenetes, mert hogy meséltétek, hogy aztán hamar tovább is léptetek. Hogyan történt ez? Valami jelet kértetek Istentől, vagy belül már teljesen bizonyosak voltatok? Hogy ment? Igen, én nem akartam egyébként kapcsolatot akkor, tehát én pontosabban nem vágytam rá, nem kerestem egyáltalán. Én teljesen jól el voltam akkor, úgyhogy váratlanul is ért engem ez a dolog, hogy mi ott akkor találkoztunk, és úgy muszáj valahogy megismerkednünk, mert olyan, mintha már ismernénk egymást. És szerettem volna egy jelet Istentől, hogy akkor ez most tényleg így az ő akarata, és hogy nem csak egy ilyen futókaland, vagy egy olyan kapcsolat, ami most évekig eltart, aztán végül mégse lesz belőle semmi. Úgyhogy én nagyon határozottan akkor, mint egy gyerek, én teljesen hittem azt, hogy Isten egy olyan jelet fog nekem adni, ami számomra egy bizonyosság lesz, hogy ez az ő akarata. És emlékszem, hogy aznap reggel felkeltem korán, és mondtam Istennek, hogy Istenem, én nekem tudnom kell, nekem nincs olyan, hogy hát talán úgy azt érzem, hogyha nem, nekem ezt tudnom kell, hogy ez a te akaratod-e, mert ha igen, akkor ő lesz a férjem. Óriási. És én azt vártam, hogy legyen az égre írva, vagy bármi, minimum, ami számomra ilyen lesz, igen. És akkor aznap igazság szerint úgy alakult az én napom is, meg Dávid napja is, hogy nem kellett mennie dolgozni, amit nem is értettem, hogy azt mondták neki a munkahelyén, hogy hát ma így sokan vagyunk, nem kell bemenned, tehát azóta se volt ilyen, meg előtte se soha, hogy munkáltató azt mondja, hogy most nem kell jönni, pihenj nyugodtan otthon. És én se tudtam aznap dolgozni, és akkor Dávid elhívott moziba. És ott a mozi után igazából elmondta, hogy ő mit érez irántam, és nekem akkor az egy ilyen visszaigazolás volt, hogy én ma reggel kértem Istent, hogy legyen valamilyen jele annak, hogy ez tőle van, és nekem akkor ott, tehát így elmondva nem egy nagy jel, de hogy nekem az ott, akkor az egy ilyen visszaigazolás volt. Hozzáteszek, hogy én bent voltunk a moziba, és én belül éreztem, hogy mondd el neki, hogy mit érzel. És én meg így nézek, hogy akkor ilyen 3 hete ismerkedtünk körülbelül. Aztán. Mondjam el neki, mit érzek, de mit mondjak, hogy legyen. Ilyen teljesen így az idő nem volt alkalmas számomra, hogy most... Meg emberileg annyira korai. Meg ez hogy nyogjam ki? Hogyan tudom kinyögni? És gondolkoztam, de mégis belül így sürgetett valami. És én nem tudtam ezt, hogy Abi ezt kérte Istentől. De érdekes, hogy Isten, mintha így terelgetett volna. Hogy azért kellett akkor elmondania. Igen. Mert én meg pont kértem Istentől. Igen, és azért volt ennyire hamar az én részemből, még amellett, hogy éreztem, hogy mondjam el neki, azért bennem volt az, hogy megtanultam a kapcsolatomban Istennel azt, hogy amikor lelkileg investálódsz érzelmileg valamiben, akkor nagyon össze tudod keverni Isten hangjával, hogy mit érzel.
Mert nagyon sok esetben, amikor Isten szól, akkor egy érzelemmel is társul. És hogyha nagyon investálódsz érzelmileg valakiben, vagy valamiben, akkor nagyon könnyű azt meghallani, amit te szeretne a lelkedben. És én ezt el akartam kerülni. Nem akartam, hogy egy lila köd legyen körülöttem, hogy az a döntésképességemet eltorzítsa. Hanem azt akartam, hogy tényleg Isten legyen az, aki megmondja, vagy zárjuk rövidre a dolgot. Semmi baj, hogyha nem, mert akkor Isten tartogat jobbat, de nem ez volt. De ez volt bennem, hogyha nem, akkor rövidre zárjuk, Isten tartogat jobbat, semmi baj nincs. És akkor szerintem ezért volt ennyire rövid időszak, hogy ez az ismerkedés, mielőtt még összejöttünk volna. Magyarul, hogy nem akartál addig szerelmes lenni, addig nincs az a bizonyosság. Pontosan. Igen. De akkor ezek szerint mind a kettőtökben megszületett. Hát akkor ő feltette ezt a kérdést, és benned is már ott volt? Tehát 3 hét múlva ott volt, vagy neked még azért nekem kicsit várni akkor az kell? Ott egy visszaigazolás volt Istentől. Tehát úgy a szívem mélyén tudtam, vagyis úgy éreztem, hogy igen, az, hogy ez Istentől van. De valamiért vártam vele, hogy még ezek után is, hogy oké. Igazság szerint azt válaszoltam, hogy ez tök jó, de hogy én még úgy megkérdezném Istent. Hidegzuhany. Igen. Egyrészt a hidegzuhany, de másrészt meg gondolom, örültél annak, hogy... Valahol tetszett is. Igen. De mégis Istent ott volt, ott legbelül ott volt ez a bizonyosság, hogy ez Istentől van. De jó. Na, és aztán nagyon hamar el is mentél a szülőkhöz. Ez hogy volt? Igen, egy héttel utána találkoztunk, egy hét eltelt, és egész héten ezen gondolkoztam, hogy amikor találkozni fogunk, mit fog mondani. Hát mert itt dől el minden. És akkor igazából eltelt ez a hét. Egy nagyon ilyen nyugalmas beszélgetés volt. Elmondtuk egymásnak, hogy mind a ketten azt érezzük, ezt a nyugalmat érezzük, azt, hogy önmagunk tudunk lenni egymás körül, és magáért beszélt a dolog. És ezt akkor, a bizonyosságot. Igen. És onnantól kezdve úgymond hitelesen is igen, együtt elmentél voltunk. A szüleimhez, igen, és akkor megkérted. És amint ezt így megbeszéltük, nekem az volt a tiszta, hogy menjek el a szüleihez, és mondjam el nekik. Nem tudom, ez csak belülről jött. Óriási. Tehát kb. Egy hónapja ismertétek. Igen. És leültem a szüleivel, 6 szem közt, kérdeztem őket, hogy beszélgethetetek veletek privátba. Mondták, hogy persze, nem tudták, hogy miről akarok én beszélgetni. És elmondtam, hogy hogyan érzek az Abi iránt. Elmondtam, hogy hiszem, hogy az Istentől van, és mivel, hogy Istentől van, akkor több, mint valószínű, hogy ebből házasság lesz. És nekem ezek a szándékaim Abival, és így teljesen ledermedtek, csak néztek, pislogtak. Ezt nem várták. Főleg akkor 19 évesek voltunk, egy 19 éves fiatalember így gondolkozik. És akkor azt mondta, emlékszem az apja, hogy az Abi számunkra nagyon értékes lány, hogy ő Isten számára is különleges, és de ettől függetlenül, mivel hogy ennyire éretten gondolkozol, és ennyire Istennek akarod élni az életedet, egy biztonságot érzünk ebbe mi is, és akkor adjuk az áldásunkat. Wow. Igen. Egy hónappal a ismerkedés után. No és mennyi idő múlva volt aztán az esküvőtök? Mert az is elég hamar. Rövid egy idő. Év. Egy év volt. Hát igen, egy év. No, és kiderült, hogy az a szív, amit kerestél Abiban, hogy az valóban hasonlóan dobban, mint a te szíved? Abszolút. Mi van bennetek így Isten felé, ami aztán most már a közös kincsetek? Hát abszolút a személyes kapcsolat. Az, hogy Istennel nem csak megélni elsősorban azt a személyes kapcsolatot, és átadni másoknak azt, hogy nem Isten nem egy távoli Isten, ahol valahol messze van, és minden rossz tőle jön, és minden jó is tőle jön, és úgy ennyi, hanem hogy Isten egy személyes Isten, és hogy neki elsősorban az volt a terve, hogy kéz a kézben együtt járjon az emberrel. Hogy egy személyes, szoros kapcsolatban legyen az emberrel. Úgyhogy elsősorban én azt gondolom, hogy így a személyes kapcsolat. Mikor ő az első mindenben. Igen. És Istennél mindig van több. Szóval megtapasztalsz egy dolgot, annál mindig van nagyobb, és mindig van több.
és ahhoz, hogy megtapasztald azt a többet, azt a nagyobbat, kell, hogy legyen benned egy éjség, és bennünk mind a kettőnkben ez onnantól kezdve, hogy radikálisan így megváltozott az életünk, ez az éjség ott volt bennünk, hogy nem akarunk itt megállni, amit eddig tapasztaltunk, hanem szeretnénk mélyebbre menni, szeretnénk többet megtapasztalni, szeretnénk, hogy a körülöttünk lévő emberek is megtapasztalják ezt. És ezt együtt meg tudjátok élni? Tehát teljesen egy rugóra jár az agyatok, a szívetek? Abszolút. Ezt hogy élitek meg? Az elején nem így volt, teljes mértékben. Nagyon a célunk az egy volt, hogy Istennel való kapcsolata, ahogy Abi is mondta, az egy volt, és az mindig összehozott minket, de sok mindenben még nem láttunk egyet az elején. És utána, ahogy teltek az évek, szerintem mivel, hogy ennyire szerettük egymást, és annyira leraktuk igazából az egész életünket egymásért, és Istenért is, elkezdett így összeformálódni az életünk. Hány éve vagytok most már házasok? Hat éve. Azért igen. Ez már komoly. Meg előtte akkor még egy év, tehát hét éve volt igen. Kb. Ez a találkozásotok Istennek. Az első hét. Óriási. Igen. Ezt mindenki megkérdezte, amikor fiatal voltam. Hogy ilyen fiatalon. Aha. Volt, aki hülyének nézett, volt, akinek nagyon tetszett. De mindig egy beszélgetést keltett ez egyébként, és mindig Istenre tudtam mutatni benne. De most már abban a korban vagyunk, hogy annyira nem érdekes. Egyre kevésbé. Egyre természetesebb. Na hát az egyik apropója a mai beszélgetésünknek ez a csodálatos könyv, amit Abi írt, aminek az a címe, hogy Séta Jézussal. Mesélj egy picit akkor erről a könyvről. Hogy jött az ötlet ez? Egyáltalán hogyan került be ez a dolog az életedbe? Hogy indult? Abszolút nem gondoltam volna soha életemben, hogy bármilyen közöm lesz egy könyvhöz. És volt egy időszak az életünkben, ahol Isten nagyon különvont magának. Tényleg csak Istennel töltöttük azt az időszakot. És én egyik reggel kimentem sétálni, egy ilyen erdős helyen laktunk, hogy nekem mindig megvolt ez az elvonulás Istennel, hogy akkor tényleg vele kezdeni a napot. És nem volt más lehetőség, csak kimenni a házból, és akkor sétálni. És ahogy sétáltam, így az a gondolat jött, hogy séta Jézussal. És így azt gondoltam, hogy ez egy tök jó könyvcím is amúgy. De hogy így, ahogy jött a gondolat, így el is ment, hogy én akkor abszolút nem gondoltam azt, hogy ebből egy könyv lesz. És valahogy ez a séta Jézussal szó, vagy mondat újra és újra így feljött bennem. Aztán, hogy nem tulajdonítottam neki semmit, még akkor sem, pedig most már utólag tudom, hogy ez teljesen így Isten volt. Próbálta jelezni, hogy figyelj már oda, hogy ezt én mondom meg. És úgy teljesen elfelejtettem meg, úgy elhessegettem az egészet, majd kaptam egy álmot Istentől. Egy könyvet láttam, igazából egy egyszerű könyvet, amire rá volt írva, hogy séta Jézussal. És akkor már úgy kapizsgáltam, hogy akkor valamit mégiscsak akar Isten ezzel a séta Jézussal, de akkor még fogalmam nem volt róla, hogy most ez mi lesz, vagy hogy lesz. És akkoriban olvastam egy könyvet, ami arról szólt, hogy Jézussal való személyes kapcsolat, és hogy a vőlegény mennyasszony kapcsolata. És engem az annyira megragadt, és annyira magával vonzott, hogy ahogy kiolvastam a könyvet, az volt bennem, hogy nem már, vége van a könyvnek, akkor nem is ismerek más ilyen könyvet, annyira vágytam még többet így olvasni erről a témáról. És emlékszem, hogy nagyon nagy éjséget keltett akkor abban, még jobban Isten felé. Isten felé, így és, van, igen. És csak ezt így hozzáteszem, mert én benne voltam, hogy ő mesélte nekem, hogy annyira olvasnék több ilyen könyvet, ahol valaki, hogyha elolvassa, ezt éli meg, amit én is megéltem, hogy egyszerűen még bensőségesebb kapcsolatba kerül Jézussal. Nagyon, és kerestem ilyen könyveket, és nem találtam. Egyszerűen annyira vágytam Jézussal való arra a kapcsolatra, amit ugye az énekek énekében is olvasunk, a vőlegény és a mennyasszony, és valahogy Isten egy akkora vágyat keltett az én bensőmben, és így kutattam, és kerestem. Az énekek énekét már 5 milliószor oda-vissza átolvastam, és annyira vágytam erre, és egyik reggel, ahogy reggeliztem, csak így hallottam a bensőmben, hogy miért nem írsz te egy ilyen könyvet? Aha. És így ledermedtem, hogy én?
én írjak ilyen könyvet. És nagyon érdekes, hogy egyébként én az ilyen ilyesmi dolgokkal, amit nekem kéne csinálni, egyből az a reakcióm, hogy nem, én nem, én, dehogy is. És akkor ott nagyon-nagyon meglepődtem, de mégis egy akkora izgatottság volt bennem, hogy wow, Szent Szellem, most fogunk írni egy könyvet együtt. És akkor elkezdtem ezen teljesen pörögni, hogy jó, de mit írjak? Hogy nem tudom, hogy én mit tudok leírni. Maga a vonal ugye megvolt, maga a téma, hogy Istennel való személyes kapcsolat, és így a vőlegény mennyasszony kapcsolata, de hogy egyáltalán, hogy ezen belül én mit írjak le, fogalmam nem volt, meg az, hogy kell könyvet írni. Semmi, nulla, zéro. És akkoriban nagyon sok időt töltöttem ketten Istennel. És ahogy így kerestem őt ezzel kapcsolatban, hogy akkor mit írjak, nem tudom, hogy mit írjak, de több nap úgy telt el, hogy ott vagyok Isten jelenlétében, és nem tudom, hogy mit írjak. Végignéztem az internetet, hogy ki hogy ír könyvet, és persze semmi nem segített, mert Istennek teljesen más volt a gondolata ezzel kapcsolatban. És ahogy egy alkalommal ott voltam Isten jelenlétében, egyszerűen így elkezdett a mennyből letöltéseket adni, olyan kijelentéseket, képeket, szellemi látásokat, amiket én azonnal így a telefonomra felmondtam, és igazság szerint így született meg a könyv, hogy nem is tudom pontosan, talán egy hónapon keresztül minden egyes nap Isten egy kijelentést, egy látást, egy képet adott nekem, amit utána tovább magyarázott, tovább bontott, én gyorsan felbontam a telefonomra, és miután elkezdtem őket szépen a gépemre leírni, írás közben tovább fejtette Isten, mindig bővítette. Úgyhogy végül is így született meg ez a könyv, amire abszolút nem is úgy tekintek, mintha az én könyvem lenne, hanem inkább a Szent Szellemnek a könyve, mert tényleg ő írta. Igen, mikor dicsérik amúgy a Abit, hogy fú, mennyire jó a könyv, meg minden, akkor mindig mondja nekem, hogy annyira nem az enyém, hogy értem, hogy olyan aranyosok az emberek, de annyira nem ezt érzem, hogy mintha én írtam volna. De tényleg átjön belőle az a kapcsolat. Engem nagyon inspirált, nagyon-nagyon élveztem. Igen. És ahogy mondod is, ilyen, hát, hogy mondjam, látomások, nem mondja, szeretem ezt a szót, de tényleg ilyen képeken keresztül mutatta meg neked Isten ezeket a dolgokat, kijelentéseket. Igen. Egyet mondjál el, vagy egyből valami kis részletet, hogy a nézőknek legyen elképzelése. Nem tudom neked, melyik a kedvenced, de engem nagyon megérintett az a Bizonyos kert című írás, szerintem elképesztően jó. De hogyha te valamelyik másikat szeretnéd kiemelni, akkor teljesen jó. Csak egy picit mesélj, ezt hogy beleérezzünk. Egyébként ezt a részt többen említették, igen? És nekem is egy nagyon, nagyon megható, meg egy nagyon-nagyon közel álló rész. Igen, egy kicsit hosszabb fejezet, szóval nem nagyon tudom úgy néhány mondatba elmondani, de egy nagyon-nagyon különleges megtapasztalás volt az, hogy minden egyes embernek van egy kertje, ami az ő szíve, és hogy nem mindegy, hogy mik vannak ültetve a mi kertünkben, és hogy miket öntözünk. És ezt mutatta meg Isten, hogy ahogy átadjuk neki az irányítást az életünkbe, ahogy beengedjük őt a mi kertünkbe, mert ő egyébként, miután beengedjük a kertünkbe, ő ott lakik. Az az ő kerte, és ő gondozza. És ezt mutatta meg Isten ezzel a képpel vagy látással kapcsolatban, hogy nem mindegy, hogy mit öntözünk a kertünkben, és miután ő bejön a kertünkbe, és teret adunk neki, akkor ő szépen elkezdi a gyomokat kitépni, öntözni azokat a pici növényeket, amik éppen hogy csak elkezdenek hajtani, akkor vannak olyan területek a szívünkön, amik már virágoznak, vagy már kihajtottak, de vannak olyan területek ezen a kerten belül, ami mondjuk takarításra szorul, vagy arra, hogy felszántsák, és újra bevessék, és learassák, és gondozzák, úgyhogy igen, ez nehéz így néhány mondatba átbeszélni, de nagyon-nagyon megérintett ez a rész engem. És emlékszem, mikor ezt meséltem reggel Dávidnak, mikor kaptam ezt a képet, akkor
annyira telve voltam ezekkel a dolgokkal, és csak sírva meséltem neki, hogy és akkor van ez a kert, ahol ott van Jézus a kert közepén. Mm. Úgyhogy engem is nagyon, nagyon megérintett. Mm. Na hát biztos vagyok benne, hogy sokakat fog inspirálni, akár ez a történet is, meg a többi is. Nagyon-nagyon ajánlom ezt a könyvet olvasásra, tanulmányozásra, feltöltődésre, inspirálódásra. Én rendkívüli módon élveztem. És egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni mind a kettőtöktől. Ugye az a találkozás, amit ti átéltetek ott 19 éves korotok körül, azt valami módon Isten kezdeményezte. Tehát elmentetek arra az összejövetelre, de aztán egyszer csak jött Isten, és mindent elsöpört, és mindent megváltoztatott. Mit tudnak tenni azok, akik még várnak erre? Tehát élik a keresztény életüket, és valahogy nem jött el ez a nagy találkozás. És várják, hogy Isten kezdeményezzen, vagy történjen valami hasonló, de mondjuk még nem történt meg. Szóval hogyan lehet közelebb férkőzni Istenhez, hogyan lehet ebbe a fajta szerelmes mennyasszony vőlegény kapcsolatba belépni? A kezdeményezésről mondok valamit. Lehet, hogy úgy érzik, hogy Isten nem kezdeményezett, de már régóta kezdeményezett. Mert hogyha nem kezdeményezett volna, akkor Isten nem küldte volna el az egyszülött fiát a földre. Hogy Jézus hajlandó szívvel eljött erre a világra, azt írja a Biblia, hogy annyira szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szóval Isten kezdeményezett azzal, hogy az ő fiát adta, hogy felmenjen a keresztre értünk. Ezzel fejezte ki igazából Isten a szeretetét felénk. És nekem azért volt erre szükségem, mert én egész életemben ezt hallottam, és szinte már rideggé vált ez az egész dolog számomra, hogy mondhatták nekem ezeket az igazságokat, de annyira kemény volt a szívem, hogy nem ment át azon a falon. De nem azt mondja Isten, nem azt írja a Biblia, hogy minden lehetséges azoknak, akik keresztény alkalmakra mennek. Azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És milyen érdekes, hogy a világban pont az ellenkezőjét tanulod meg. Hiszem, ha látom. Majd akkor elhiszem. És szerinted ez véletlen? Nem. Az egész életünkben, mintha tréningelve lennénk, képezve lennénk arra, hogy ne higgyünk, hanem csak is annak higgyünk, amit látunk a szemeinkkel, érzünk az érzelmeinkbe, és Istennek a dolgai pont ellentétesek. Figyelmen kívül hagyják azt, amit látsz, és amit érzel. Figyelmen kívül az a hit, van egy meggyőződésed. És ezt mondja Jézus, hogy aki hisz, annak minden lehetséges. Minden egyes igazságba hittel lehet belépni. Én azt tudnám tanácsolni azoknak, akik vágynak erre, akik meghallgatták, hogy hú, de jó, kettőféleképpen is hozzá lehet állni ehhez az egészet. Hú, de jó, Dávidnak, nekem sose volt ilyenem. Hát, amikor Isten majd akarja, akkor engem is megérint. Addig én élem az életemet, ahogy akarom. Így is hozzá lehet állni, nulla hit, és nem is fog történni semmi. Vagy úgy is hozzá lehet állni, hogy Istenem, látom, hogy az ő életében ez megtörtént, te nem vagy személyválogató, akkor ez nekem is lehetséges. Kérlek, érints meg engem is így, ahogy Dávidot megérintetted. Kérlek, hogy fejezd ki felém a te szeretetedet. Mutasd meg nekem a te jelenlétedet. És legyél elvárással Isten felé. Ez a hit állapota. Ez nem csak az, hogy meghallgatod a történetet, és fú, de jó Dávidnak és Abigailnek, hogy ilyet átéltek. És Isten vizsgálja a szíveket, és aki gyermeki hittel, aki teljes mértékben így el is hiszi, hogy ez meg lesz, garantált, hogy ez meg fog történni. Én még annyit tennék hozzá, hogy mikor egy picit elengedjük ezeket a tradíciókat, és Istent ténylegesen egy személyként kezdjük el látni, és egy személyként kezelni, ez is egy fontos pont, hogy nem csak igen, tudom, Isten egy személy, hanem hogy egy személyként látni őt, és annak úgy kezelni, hogy ott van a mindennapjaimban, és mikor én elvonulok vele, hogy akkor tényleg a szívemből az ő arcát keresem, az ő személyét akarom jobban megismerni, nem egy átélést keresek, hogy amikor engem Isten megérintett, én nekem nem volt abszolút semmilyen átélésem vele, amit esetleg az emberek gondolnak, vagy keresnek, hogy
nem láttam a megnyílt mennyet, és nem láttam Jézust szemtől szembe, de tudom, hogy ott volt, és tudom, hogy ő benyúlt az én szívembe, hogy nem az átélés a fontos, hanem az, hogy a mi szívünkben mi van, hogy a mi szívünkben őt hogyan keressük. És hogyha tényleg, ahogy Dávid is mondta, hogy hittel jövünk Istenhez, és a mi szívünkben az ő személyét keressük, és ő rá vagyunk, akkor az 100%, hogy Isten reagál rá. Igen, azt is írja a Biblia, hogy aki teljes szívéből keresi Istent, az megtalálja. Szóval én említettem, hogy nem mutattam ki, én a szívembe tudom, hogy én kiáltottam Istenhez, hogy segíts. És ő ezt meghallotta. És aki teljes szívéből keresi, az meg is fogja találni. Hát ez nagyon jó. Ez biztató, hogy ennyire bízhatunk Istenben. Igen. Egy legutolsó kérdés, mert tényleg már csak néhány percünk van. Van egy videód a YouTube-on, amiben arról beszélsz, hogy azt mondják neked a kollégáid, hogy te mindig olyan jókedvű vagy, vidám vagy. Szóval lehet Istennel boldognak lenni? Tehát az, amikor Istentől kapunk örömöt és boldogságot, az tud teljes lenni az életetekbe? Betöltötte azokat az űröket, amiket előtte mással próbáltatok meg betölteni, és ha igen, akkor miben más ez, mint azok az örömök, meg boldogság, amit a világ tud adni? Hát azért ott is van sok jó dolog. Én ketté választanám a boldogságot és az örömöt. Mert a boldogság az egy külső dologból származik, hogy ami körülötted minden békés, minden nyugalmas, körülötted minden jól megy. Ez egy alapboldogságot hoz, hogy jó a házad, jó a kocsid, és ettől boldog vagy, jó kedved van. Az öröm az más, mert az belülről fakad, és azt Isten, ahogy Abi is mondta a kertet, Isten belünk plantálja az örömöt. És bármi is történik körülöttünk, az örök. Hogyha folyamatosan táplálod ezt a kapcsolatot Istennel, és őre figyelsz. Hogyha nincs öröm a hívő életében, akkor valami baj van. Mert azt írja a Biblia, hogy az a Szent Szellemnek a gyümölcse. Szóval ez egy természetes vele járója annak, hogy kapcsolatba élsz Istennel. Viszont a boldogság, az, hogy körülöttünk minden happy, ez nem mondhatom, hogy így van. Rengeteg megpróbáltatásokon megyünk mi is keresztül, mint szerintem mindenki más. Szerintem mindenki életében vannak nehéz időszakok, és amit látnak az emberek rajtam, az, hogy öröm fakad fel bennem. És lehet, hogy a legnagyobb megpróbáltatásomnak a kellős közepén vagyok. Lehet, hogy körülöttem kb. Minden összeomlik, és amikor hazamegyek, ránézek, hogyha ezen tartanám a szemem, akkor így összeomlanék kb. Viszont belül Isten ebbe a kertbe belimplantálta az ő örömét, az ő békességét, az ő szeretetét, és folyamatosan ebbe tudok élni, attól függetlenül, hogy mi a körülményem. Viszont a világban van egy, nem is csak a világban, minden egyes emberben ott van egy űr. És ezt mindenki érzi, ezt az űrt. Mindenkiben ott van. Csak mindenki rossz helyen keresi, hogy betöltse ezt az űrt. Nézzük meg a mai fiatalokat. Annyira el vannak veszve, és összetörik a szívem értük. Keresik a drogokban az örömet, hogy betöltse azt az űrt. Keresik a szexben. Keresik a vad mulatozásokban. Mindenbe, csak hogy egy pillanatra megszűnjön az az űr. És egy pillanatra lehet meg is szűnik, amíg el van foglalva az ő figyelmük, de amint vége van, újból ott van az az űr. És hogyha a világ minden pénze a tiéd, hogyha mindent átélsz, utazhatod a világot, gyönyörű helyeket láthatsz, nézd meg a filmsztárokat, mennyi mindent megéltek ők már a pénzükkel, meg mennyi helyre utaztak, meg mennyi mindent átéltek, és egymás után öngyilkosok. Mert ott van az az űr, és ez az űr Isten alakú. Igen. Csak is, amikor Isten, amikor újjászületsz, akkor Isten jön, és saját magát helyezi belénk. Hogy azt írja a Biblia, hogy senki sem mehet be Isten királyságába, csak ha újjá nem születik. Azért, mert bele nevelkedtünk egy olyan világba, ahol körbevesz minket a gonoszság, körbevesz minket a bűn, és hatással van ránk, mint egy vírus.
megfertőzött minket. Egész életünkben ebben nőttünk fel, a szemeinkkel ezt láttuk, a füleinkkel ezt hallottuk, és mivel hogy Isten látta, hogy meg lettünk fertőzve a bűnnel, azt mondta, hogy újjá kell születned, hogy én ezt a régi életedet én nem akarom jobbá tenni, én nem akarom, én egészen el akarom törölni. Úgy, ahogy van az egészet, és egy vadonatújat szeretnék. És ez az újjászületés. És mivel hogy már a régi nincs, mivel el van törölve az a bűnös életed, mivel el van törölve az a régi természeted, amiben bele születtél, ezért, és csak is ezért, mivel Isten szent, belénk tud költözni. És Jézus mondta, hogy aki hozzám jön, annak adok vizet. De ő nem a vízre gondolt, ő maga a Szent Szellemre gondolt, aki maga is Isten. Van az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, de ő ugyanúgy Isten. Igen. És ő belénk költözik abban a pillanatban, és elkezd munkálkodni ebben a kertben. De jó. És innen fakad az a valódi öröm, amit mindenki keres. Az a valódi békesség, az a valódi szeretet. És lehet, hogy ahogy említettem is, rengeteg nehézségem mész keresztül, de ez nem változtatja meg az igazságot. De mégis ott van a szívedben. De mégis ott van. Igen. De jó. Hát nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy mindezeket elmondtátok, és tényleg azt kívánom, hogy a bennetek levő öröm is még nagyon sok emberre tudjon hatással lenni, az, ami belületek felfakad, és az a kapcsolat, amit ti megéltek Istennel, az könyvön keresztül, vagy bármiféle személyes találkozáson, vagy bárhogy, ahogy Isten vezet majd benneteket, az ő munkájában, azon keresztül tudjon minél több emberre hatással lenni, és az emberek élete megváltozzon olyan radikálisan, legalább olyan radikálisan, így mint legyen. A tétek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és mindezt elmondtátok. Nagyon köszönjük a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!